A húsvét a keresztények legfontosabb és legnagyobb ünnepe, amelyen a hívek Jézus feltámadását ünneplik. Ehhez kapcsolódóan tartottak napot április 10-én a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában, amelynek célja ezúttal is az volt, hogy az egyházi iskola tanulói és pedagógusai megtisztítsák lelküket a bűnöktől. Kocsis Sándor plébános a nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat eseményeit fejtette ki az iskola aulájában megjelenő tanulóknak, valamint a szeretet érzését osztotta meg mindenkivel, amelyet közös imádkozás követett. Gaszperné Tilman Edina, az oktatási intézmény vezetője a nap programjára hívta fel a diákok figyelmét, akik nagyon várták a délelőtt feladatait. A lelki mondata ezúttal Imádunk téged Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A tanulók ezután közösen vonultak osztálytermeikbe, ahol különböző programok várták a bolyaisokat. A felsősök activity foglalkozáson vettek részt, ahol rajzoltak, mutogattak és körülírták a kihúzott tételt. A következő állomáson a nagy csütörtök, nagy péntek, virágvasárnap és húsvéthoz kapcsolódó eszközöket kellett kiválogatniuk a tanulóknak, akik ügyesen oldották meg ezt a kakuktajás elnevezésű feladatot is. Az oktatási intézmény torna termében akadálypálya várt az általános iskolásokra, akik különböző ügyességi foglalkozásokon vettek részt. Az alsó tagozatosokat Kertész István tokai lelkész várt a szentmisére, a kisboldogasszony római katolikus templomba, ahol a húsvét ünnepének előkészületeiről és Jézusról prédikált a diákoknak.